Kicsivel ebéd után járunk, a katonák már felsorakoztak Nagybaracskán, előjáró érkezik. Igen, bázis, vigyázz! Csütörtökön Varga Tamás is meglátogatta azokat a fehérvári katonákat, akik a határon teljesítenek szolgálatot 2015 óta. Miniszterhelyettes úr, Passzácsaktör zászlós helyettvezető zászlós jelentkezett. A nagybaracskai bázison fogadták az államtitkárt, bent már az esti szolgálatra készültek a katonák, köztük sokan fehérváriak, őket látogatta meg a miniszterhelyettes. És akkor a szolgálat itt lent 2 hét? Igen. Tehát 2 hetes váltás. És akkor 2 hét után visszamegy mindenki. Vissza helyőségben, saját. Pár nap pihenő, és utána saját felkészülés és gyakorlatilag. Van szabad nap? Igen. És akkor utána kiképzés, és aztán megint. Kiképzés, és aztán megint vissza, vagy a következő feladatra. Következő 2 hét. És hogy néz ki ez a szolgált karácsonyi év időszakában? Ugyanígy. Ugyanígy. Tehát ez mennyi? Rendesen függetlenül attól, hogy az ünnepek úgy következnek. Sokan az itt szolgálatot teljesítő katonák közül a karácsonyt is itt töltik majd. A katonák, köztük a fehérváriak is, 2 hetente váltják egymást a határon. Biztosított az állománynak az, hogy 2 hetente a váltás megtörténjen. Természetesen van betegség, feladat, amikor az van, hogy nem tudjuk az állományt leváltani, néhány nappal tovább kell maradni, vagy épp néhány nappal korábban van váltás, illetve az állomány tagja van megkérdezve arról, hogy amennyiben hosszabbítania kell, akkor ő maradná önkéntesen. Vannak, akik egyébként 4 hetes váltások preferálnak jobban, mint a 2 hetes, tehát ő inkább marad még 2 hét, amikor 1 hónapig itt van, és tudja, hogy oda-haza van 1 hónapig. A Nagybaracskán és Hercegszánton szolgálatot teljesítő katonák egy 20 kilométeres szakasz felügyeletéért felelnek. Naponta 12 órát töltenek a kerítés mellett. Ennek a csapatnak ez egy olyan kb. 20 kilométeres szakasz, ahol a fehérvári katonák vannak. Ez alapvetően Hercegszántótól a keleti irányba. És mindig le kell menni Hercegszántóra, és akkor onnan indul együtt a csapat. De vannak elszólva fehérvári katonák máshol is, csak akkor ahhoz a kötelékhez mennek, de akkor ők mondjuk Hercegszántótól nyugati irányba, ott nem sok fehérvári katonák volt abban a stílusban. Még van Hercegszántótól vagyunk, még nyugattal is. Még van, a igen, a Dunáig, így ez van. A Dunáig, tehát ez egy pár kilométer, de most például az a leginkább nyomás alatt lévő igen. Szakasz, tehát a mai, most is 27 embert fogtunk éjszakát, 2 csoport. A Dunától nyugatra az már... Az pedig már az úgynevezett Dunántúli alkalmi Kaposvár. Így van. Igen. Mint a bázison mondják, az utóbbi időben sem csökkent az illegális határátlépők száma. Inkább hullámzó a tendencia. A nyomás az mindig változik. Ugye volt előző időszak, hogy a román határ felé tolódott, most meg úgy néz ki, hogy pont Baranya felé tolódott. Igen? Igen. Hát ez attól függ, hogy a határtúloldán hogy kezdődik a menekültek. Aha. Melyik irányba terelik. Most például itt a Dunamenti menekültáborokba. Nagybaracska után a szomszédos Hercegszántóra látogatunk. A fehérvári katonák többsége itt, ebben a konténervárosban lakik a szolgálat alatt. A határvédelmi bázis márciusban készült el, így töredékére csökkent a honvédek utazási ideje a szállás és a szolgálati hely között. És önök is most érkeztek? Igen, majd. Az állomány elhelyezése 4 fős lakókonténerekben történik. Az egyes konténerek elektromos fűtéssel és klímaberendezéssel is rendelkeznek, ezáltal úgy télen, mint nyáron biztosított a komfortos elhelyezés. A pihenő és szabadidő eltöltését és a családdal való kapcsolattartást a bázisokon biztosított wifi-s internet segíti. Emellett kondicionáló és szabadidős termek is állnak a katonák rendelkezésére. Az egészségügyi ellátást pedig az egészségügyi konténerblokk és a szakszemélyzet biztosítja. A ruházat tisztítására külön helyiségek lettek kialakítva, mosó és szárítógépekkel. Ez a hangszóró pedig már közvetlenül a határmenti kerítésnél szól.
Többféle nyelven a kerítéshez közel merészkedőket figyelmezteti egy hang arra, hogy a magyar határhoz értek, illetve hogy egy esetleges rongálás vagy illegális határátlépés milyen következményekkel járhat. Gépkarabé, tárak, rádió kapcsolattartáshoz, gázszóróspré, bilincs, gumibolt, ezek a kényszerítő eszközök, optikai eszközünk a távcső. Varga Lajos főtörzsőmester a rendszeresített felszerelését mutatja. A fehérvári katona a két kerítés között teljesít jelenleg szolgálatot, egy olyan magaslati ponton, ahonnan több kilométer hosszan belátni a környéket. Mint mondja, a téli időszak közelettével a hideg viseli meg leginkább. Gáz szempontból lejövünk, mert azért kis mozgás kell, mert az ember szoktuk egymást rotálni, tehát én általában olyan két óra, hogy a feladat függvényében valamit közben, akkor váltjuk egymást, hogy akkor le tudunk menni melegedni a sátorba, étkezni. Varga Lajos 21. alkalommal teljesít szolgálatot a határon. Azt mondja, tavaly március óta sokat javult a helyzet. Tavaly márciusában kezdtem a határa járni. Hát azóta sokat javult a helyzet, megépült a második kerítés. Igazából az út elkészült, magas figyelők. Hát javult a helyzet minden téren. Ez mit jelent, hogy mondjuk napi szinten találkozol-e olyanokkal, akik át akarnak lépni a határt, vagy ez heti szinten beszéltünk ilyenről? Hát ez változó területfüggő. Valamikor ezen a részen jönnek többen, valamikor máshol, tehát ez nem mondhatnám, hogy mindig ugyanott. És mi is mindig máshol teljesítünk szolgálatot. Akkor még arról, hogy napodat azt el tudnád mesélni, hogy hogy történik itt a kerítés környékén a szolgálat? Reggel 7 órától kezdődik a szolgálatunk, este 7 óráig tart. A feladat függényében, hogy magas figyelőn teljesítünk szolgálatot, vagy gyalogjárőrbe vagyunk, vagy megfigyelési ponton vagyunk, gépjárműves járőr is lehet, tehát ez feladat függvénye. Melyik a legnehezebb része ennek az egésznek? Az egészben mi a legnehezebb? Igazából a gyalogjárőr szerintem. Hát meg az időjárás függvénye, hogy milyen az időjárás, nyáron azért a meleg okoz gondot, télen pedig a hideg. Ezt mondtad, hogy tavaly március óta teljesítesz itt nagyjából szolgálatot, akkor te még beleestél abba a turnusba is, amikor még itt nem volt meg Herceg-Szentón ez a telepített állomás. Hogy ahhoz képest mennyivel jobbak most a körülmények, vagy mennyivel másabbak most a körülmények, mint az előtt jobbak volt? Jobbak lettek a körülmények, a konténerváros, ezt én teljesen elégedett vagyok vele, tökéletes az ellátásunk, a szállás, étkezés változatos, kielégítő, úgyhogy azt mondom, hogy teljesen megfelelő a szolgálat ellátásához. Megfelelő hátteret tud biztosítani a honvédség. Az állapotok tehát jobbak, mint egy évvel ezelőtt, de munka azért még így is akad. A honvédelmi miniszter helyettes a helyszínen jelentést kap a jelenlegi állapotokról. Mint Varga Tamás fogalmaz, úgy tűnik, a hideg ellenére sem csökken az illegális bevándorlók száma határnál. A hideg ellenére nem csitul, nem csökken a migránsok érkezése. Azt gondolnánk laikus módon, hogy a hideg elrettenti őket, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem így van. Folyamatosan érkeznek a határa, amely ugye két kerítéssorból áll, érzékelővel, kamerával, elektronikai érzékelőeszközökkel együtt védi Magyarország biztonságát. Találkoztunk a Székesfehérvárról, itt szolgáltat teljesítő katonákkal, akik a Fehérvári 43-as toll és a vezetéstámogató ezrettől érkeztek. Nehéz szolgálat, képzeljük el, hogy 12 órát kell itt kint tölteni. Mi nem vagyunk itt negyed órája, és érezzük a hideg metsző szelet. A katonák kiváló körülmények között vannak elszállásolva, étkezésük és ruházatuk, a megfelelő ruházatuk biztosított, de hát azért ez egy komoly szolgálat, egy komoly kihívás és egy komoly feladat, amit itt most személyesen is megköszönhetünk nekik.
Ja, Hercegszenton, jól tudom, március óta van ez a telepített állam, és ugye a határon különböző pontokon vannak még ilyenek. Jelen pillanatban ezek elége, vagy tervezetben vannak-e még több ilyen állomásnak a telepítése? Igen, ezek a határvédelmi bázisok, amit Hercegszenton a négy közül a legutolsó, ami elkészült most márciusban, a katonák szolgáltatás életét könnyíti meg, gondoljuk el, a szolgálat 12 óra, és ez adódnak még azok az fél órák, órák, amik a szolgálat előtti kötelező átadás, átvételi, fegyverfelvételi procedúrák, amiken át kell esni a szolgálatra való felkészülés, és aztán a visszaérkezés. És hogyha ez még hozzáadjuk azt az időt, ameddig a katona utazik, akkor a 12 órás szolgálat sok-sok órával megnövekedhet. Itt a hercegszántói határvédelmi bázis, annak érkeztünk 5 perc autóval, tehát mind a szolgálatba, mind a szolgálatból hamar haza lehet érni, a hazai természetesen ebben az esetben a 2 hétre otthonuk a katonáknak. A jelen pillanatban a határon szolgáltat teljesítő állományt kiszolgálja ez a 4 határvédelmi bázis. Ez a határon szolgálatot teljesítő állomány, pontosan mennyi emberről beszélünk, hány főről beszélünk ezen a 170 kilométeres kerítésen? Hát pontos számot természetesen nem mondhatunk, de az elmúlt 2,5 év során sok ezer magyar katona teljesített itt szolgáltat. A főtörzsőmester úr, akivel én beszélgettem a 21. alkalommal, lát el határvédelmi szolgálatot, de bent is beszélgettünk fehérvári, veszprémi, budapesti katonákkal is. Mindenki több ízben volt már itt. Akik most hazamennek, már tudják, hogy januárban jönnek legközelebb. Természetesen, hogyha a migránsok és bevándorolni készülők száma radikálisan növekszik és megerősítésre szorul a határszakasz, az élőerős megerősítésre is, akkor készen állunk arra, hogy több rendőr és több katona érkezzen. Jelen pillanatban Magyarország biztonságban a rendőrök és a katonák jól teljesítik szolgálatukat. Arra, hogy ez a migrációs szám, ez a jövőben vagy közeljövőben növekszik, majd arra egyébként így mi az, ami látszik, hogy van most esély a közeljövőben, vagy növekedni fog ez a szám? Hullámzó az érkezők száma. Szerbiában most állandó sult a létszám, nem növekszik és nem csökken, de ahogy keletebbre megyünk, Szerbia, Macedónia, Görögország és a kibocsátó országok felé, akkor azt látjuk, hogy több millióan állnak készenlétben. A NATO is készített egy tanulmányt, amelynek a alapja a nyilvános része a brit védelmi minisztérium által készített jelentés, amely szerint a Szahara alatti övezetből, Mali és környékéről mintegy 60 millió ember készülődik 2020 körül elindulni, hogyha ezt összeadjuk az Afganisztán, Irakból, Pakisztánból érkezőkkel, illetve már Törökországban, menekültáborokban élő több millió emberrel, akkor sok-sok milliós bevándorló áradatról beszélhetünk, amelyeket ez a kerítés állít meg ezen a bizonyos déli-balkáni útvonalon. Ha erről az útvonalról beszélünk, akkor jellemzően a külső határok felől hol szeretnének leginkább betörni Magyarországra, bejönni Magyarországra. Tehát ezen a részen, vagy inkább keletebbre van nagyobb nyomás alatt a kerítés. Érdekes módon változó. Most inkább ez a szakasz népszerűbb a bevándorlók körében, míg korábban a keleti részen, a csongrádi részen próbálkoztak többen. Azt gondolom, hogy mivel ők is felkészültek, nem csak a bevándorlók, hanem inkább az embercsempészek, és komoly felderítést végeznek, próbálkoznak, tesztelik itt, ott, különböző helyeken a kerítést, figyelik a járőrszolgálatot, és aztán eszerint irányítják a bevándorlókat egyik vagy másik irányba. Ez egy jól jövedelmező üzletág számukra. Ez is ez a migráns
biznisz, ami nem csak itt, hanem a földközi tengeren is zajlik, és a legutóbbi híradások szerint már a Fekete tengeren is az embercsempészek működése és munkája az, amit szintén meg kell állítani. És akkor még a kerítésről egy pár szót, hogy ugye most a kerítés mellé egy okos kerítés is épült, a jövőben lesz-e még bármilyen jellegű fejlesztés ezeken a kerítéseken, vagy szükséges-e ilyen jellegű fejlesztéseket még véghez vinni? Én azt hiszem, hogy ez a két kerítés most, ahogy itt látjuk, az elsőként megépített, és aztán a manőverút másik oldalán megépített második kerítés jelen pillanatban jól szolgál, kiválóan teljesít és védi Magyarországot. Egyelőre tehát úgy néz ki, a nemrég elkészült 4 herceg szántóhoz hasonló határvédelmi bázison felül nem terveznek továbbiakat létesíteni. Hogy ezeket a konténervárosokat hány száz, adott esetben hány ezer katona használja majd a jövőben, arról nincs adat. Mint ahogy azt se lehet megjósolni, meddig lesz még szükség a kerítés mellett hóban, fagyban szolgálatot teljesítő katonák munkájára.